Fóliával védik az eső ellen a játszótéri elemeket Berek Surányban. Ez a tér is a Magyar Falu program forrásaiból épült a településen. Tavaly Berek surány önkormányzata is minden eddiginél nagyobb összeget hívott le, melyet hiánypótló beruházásokra és támogatásokra fordítottak. Emellett pedig a falusi csok is nagy népszerűségnek körvendett a lakosság körében. Tehát ez is azt jelzi, hogy a települések inkább kisebb programokra, amiket nem tudtunk pályázni az elmúlt 10-15-20 évben, azokat elégíti ki elsősorban ez a Magyar Falu program. Nem beszélve az egyszerűségéről, mert nagyon könnyű rá pályázni, magyar forrás, és az elszámolásra is egyszerű, aki tisztességesen csinálja, annak nem sok gondja van vele. Úgyhogy nagyon örülünk, ez egy nagy űrt be, mint hogy a Magyar Falusi csok is, hisz Beresurányban is többen vették már igénybe, és már jelezték többen, hogy igénybe fogják venni. A szatmári beregi régió különösen érintettnek számít a Magyar Falu programban, számos település küzd ugyanis anyagi nehézséggel. A pályázatoknak köszönhetően elindult a fejlődés a választókerületben, melyet jól példáz, hogy a megítélt támogatási összeg 2019-ben megközelítette, 2020-ban pedig már meg is haladta 2 milliárd forintot. Bízunk abban, hogy 21-es év is ilyen sikeres lesz. Népszerű a program, sokan pályáznak rá. Beregsulány, ahol vagyunk, a sikeresebben pályázó települések közé tartozik, de úgy átlagban el lehet mondani, hogy szinte minden egyes település talán egy, két, két pályázatot talán tudott nyerni. Én úgy gondolom, hogy a polgármesterek részéről az aktivitással nem lesz probléma. A 2000-es évek közepétől egyre erőteljesebben érzékelhető a falvakból való elvándorlás. Mindezt a számok is alátámasztják, amíg az elmúlt évtizedben országosan 4%-os volt az általános népességszám csökkenés, a kis települések esetében azonban ez a 10%-ot is meghaladta. Ennek megakadályozására jött létre a magyar falu program, melynek fő koordinátora a pár hétvégén beregsurányban arról beszélt, az önkormányzatok egyre több pályázati lehetőség közül választhatnak tekintettel, hogy ez egy összetett kérdés, ezért nekünk összetett választ kellett adnunk, és ezért ilyen szertágazó a Magyar Falu Program. Azaz van otthonteremtési lába, van útfelújítási lába, van önkormányzati pályázati lába, van egyházközségeket támogató lába, van civil szervezeteket támogató, iskola fenntartókat támogató lába, és az idei évtől van egy az üzleti szférát, a falusi kisboltokat támogató lába is, ettől ilyen komplex az a program. A Magyar Falu Program országos pénzügyi kerete 2021-ben 250 milliárd forintra emelkedik, finanszírozását pedig a korábbi évekhez hasonlóan a magyar költségvetésből biztosítja a kormány. Az eddigi három alprogram pályázatai heteken belül megjelennek, és csatlakozik hozzájuk a kisboltok megmentését célzó, elsősorban a 2000-nél kevesebb lélekszámú településekre koncentráló konstrukció is.